Szóval visszajöttem, elolvastam a használati összerakási utasítást. Ez most úgy lett volna poén, hogyha úgy jövök vissza, hogy ekkora szakállam van, és ugyanebben ruhában, és úgy próbálok tenni, mintha most lenne, de látszik rajta, hogy 3 hét múlva van. Az nem a mosatlan szennyesem, hanem itt egy kicsit zsíros volt, és ezzel azért igyekszem letörölni. És az a lényeg, hogy hát tarthatott volna egy hónapig, hogy megtanuljak kínaiul, hogy elolvassam, de hogy mit, hogyan kell, de egyszerű, mert ugye a kisház, kiszék, létra, fenyőfa, ugye az azt jelenti, hogy rakjuk be a kereket, de nem. Tehát itt 4 nyelven van, abból egy, ami ebben a galaxisban úgy pár ember által nagyjából beszélt, hogy majdnem mindenki érti, még úgy valamennyire az angol. De az angolból, ugye itt a váltó beállításokat mutatja, meg a fékkart beállítást, hézagolást, hogy kell kiszedni a fékkart, milyen szerszámmal, és ilyesmikről esik szó, milyen bobdenek, meg ilyenek vannak. Szóval ez igazából itt nekünk teljesen mindegy, a jó találási jegy teljesen mindegy. A magyar nyelvi használt utasítás, na az egy hasznos dolog, mert abban mutatom, ja, honnan nem látszik, nyomatéklista, hogy mit, hogyan kell meghúzni. Szóval itt vannak a nyomatékok frankó. Az egész, és ha az oldalkereket nem tudnád felszerelni, akkor itt van, hogy az oldalkerék, az hogyan lesz majd rajt, vagy nem lesz rajt. Na mindegy, szóval ebbe sincs érdemi információ, akkor még ugye maradt ez a fekete, na ebbe azért nem néztem bele. Hó, ebben milyen szép bringák vannak, na ebbe az egyben nem néztem bele. Na nézzük, mi ez. Mondjuk ez tűnik olyan igazibbnak. Lehet, hogy ő az, ami, és itt van angol, aztán ez elkezdődik ugyanúgy ezen a 4 nem földi nyelven. Nem, ez csak innét, onnét van angol, német szerintem, vagy... Ja nem, Deutsch, Sprechens, nem, vagy English. Hát én a Johnny English-t értem valamennyire, úgyhogy ebből próbálok tájékozódni. Most azt nem tudom, hogy ő mit ír. Ja, hogy hány kilós ember fér rá, meg ilyenek. De ez is egy ilyen általános dolog. Racing bike. Lehet, hogy itt ki kell választani a katalógusból, vagy ebből a valamiből, csak egyszerre 2 gépnek nem tudok kedvezni. Azt mondja, racing, triathlon, cyclocross, 4.5-ös fejezet. Ugye, akkor a 4.5-öst kéne megkeresni talán, vagy 4.8, 48, 33, nem is hülyeség, de ügyesek. Legalábbis, hogyha jó logikázom, és akkor 4-5 mutogatja, hogy hogyan van a ki meg bekapcsolás. Hát ugye nem ilyen pedálval, ez ezt vegyél hozzá. MTV-ról, de ez a 45-ös, ez mégse az lesz. Akkor hol a 4-5-ös fejezet? Most nem az én mondom, akkor ez itt nem az. MTV Road Tracking. Aha, akkor most ez miről szól, ez a 4-5? Ez mégse arról szól, maradjunk ennyibe, akkor itt mindenről van szó, hogy erről meg arról. Ne törd el a szelepet, hogy állíts be a kormány, hogy tedd bele az ülést. Végül is sok érdemi információt nem kaptam eddig, hogy akasszak be egy kenti vagy kanti féket. Ez nagyszerű. Ez eddig jó hangzik, hogy állíts be az ülést, gyűlés, előre, hátra, meg ilyenek. Hogyan váltsál, hogy használd a kiskarokat. Gyorszár? No talán itt foglalkozik a kerékkel, gyorszár. Hogy melyik hogyan, meg hogy mennyire húzd meg, meg ilyesmi. És akkor itt már mutatja, hogy rakd bele úgy, hogy aztán meg tud húzni úgy. De hát akkor ezt így durván ennyire letárgyalták, itt már az SPD-vel foglalkozik. Ha baj van, vagy ez, meg az van. Akkor mi van, így mi van, meg úgy mi van. Hát ez egy ilyen nagyon szép kis karbantartós könyv, és beleérünk a fordított németbe. Szóval akkor tegyük be a kereket mégiscsak úgy, hogy azt nem írták le, hogy hogy kell berakni a kereket, ugye? Részletesen, magyarul. Úgyhogy marad a magyar férfi módszer, berakjuk a kereket. Van ennek-e forgásiránya, mert azért ez nem az az olcsó filléres gumi,
Jó, hogy én nem látok szemüveg nélkül semmit se. Ebbe a gyatra fénybe. Igen, ha elő van, erre forog. Úgy van? Nem. Nem, rotation, ez mindig erre forog. Szóval ez így forog. Ez a fiú úgy forog, de hát adja a gyorszál, hogy onnét legyen. Azért elég komoly tengellyel találkozhatunk. Itt nem menet van, ugye, hanem meg is mutatom közelről, hogy milyen minőségű a cucc. Hát ő azért egy Ultegránál. Én ezt többre becsülöm. Na, ezt a DT Swiss nyári kereket. Azért tudnak! Ezek a nem oroszok, hanem ugye svájciak. Mondjuk a kereket a helyére, ha siker áll. Kicsit ezen lazítsunk, ezt ugye mutatta is a kép. És ha a helyén van, akkor tekerjük vissza, és húzzuk meg! Csináljuk meg! Kis lépésekben. Azért ezt érdemes jól meghúzni. Így. Ez most bent van. A féket meg ugye akasszuk be, mert fék nélkül ne bohóckodjunk. Ez a féknek a rugója volt. Aha. Ez így jó így? Szerintem igen. És beakasszuk a féket. Egy dolog áll furán, ő nem középen jön le, nem tudom mi a célja. Azt ott furán rakták be, gondolom nincs beállítva, akkor itt semmi. Úgyhogy majd jön a beállítás, csak én azért raktam bele a kereket, hogy lásszon rá az alakja. Hát őt nem nehéz eltávolítani, mert lefáradt itt a raktározás során. Ide szép az a váz. Ezt is innét lebontjuk. És őt is. Csomagoló anyag mentesebben ebben néz ki, és még kéne egy ülés. Kelle Itália nyerek. De nagyon spóroltak talán egy picit, de direkt a Cube-os logós. Szerintem ez engem kiszolgál egy darabig. A Genesis-en is egy állít használtam. Ugye 59-es vázról beszélünk, mondhatnád, hogy nagy. Hát ha így lenne, akkor biztos nagy, mert a hónom alá ér az ülés, de nem így lesz. Ugye a max kihúzás is azért elég hosszú lábú embereknek való. Én pedig az alatt fogok majd valahogy így elhelyezkedni. Mert ez direkt van. Megmondom, hogy miért. Mert ugye a két gerincműtét miatt nem hajlik annyira a hátam, és azt ötöltem ki, hogy ugye hosszabb fejcsövű kerékpárt keresek, és itt ez 160, és a Cube-nál az a szerencsés helyzet állt elő, ugye minden nagyobb a vázméret, itt 59-es, az már hatalmas, nem nekem való, hanem hatalmas, de a Cube nagyon rövid felső csöveket tesz, effektív felső csőhoz 565 mm. Arra számítottam, hogy egy rövidebb stúszint kéne föltenni, de mindjárt megpróbáljuk, hogy jó lesz-e így, vagy tényleg kell majd egy rövidebb stúszint beleeszkabálni. Bár ebben a minőségben az se lesz olcsó. Ugye elsőre szerintem itt a csókerék meg van valamelyest húzva. Vesszük róla ezt a védőt is. Ez is meg van húzva. És akkor lépjünk be egy cipőbe, és egy sima pedálon, hoppá, megnézzük az ülés magasságot, aminek oda kell dőlni. Hát igen, kerékpáros ruházatban vagyok, úgyhogy így kell ezt próbálni, jó, kényelmes. Kerékpáros nadrág, mert pont nem az, nem vagyok köszös, fékek fognak, meg a lakásban nem kell. Ugye át tudom pont lépni a csövet, mondhatni, nagy nekem a váz, nincs itt ez az 10 centi, amely szálkikosznál kéne, de én ezt túrázásra használom, főleg meg fitness biciklinek.
ami miatt nem lesz nagyon terhelve. És azt mondja, hogy a sarkadat ráteszed a pedálra, legtávolabbi pontba kitekertsz, és ne legyen teljesen nyújtva. Hogy ráéreztem milliméter pontosan, hogy hova kell tennem az ülést? Nekem ez így pont jó. És ha most itt elől fogom, egy szögmérőt kéne ide tenni, ha 45 fokban van a felsőtest, akkor ideális a vázméret, ha ilyen szám volt rajta, ha olyan. De én ezt azért elég ideálisnak érzem. Talán lehetne egy picit hátrébb. De, mivel itt vannak ezek a kis karbon fékkarok, kényelmes, felegyenesedett mountain bike-os pózban is lehet majd hajtani így, ami már azért egy elég túrázós pozíció. Nagyon jó minőségű betekerő, nagyon kényelmes. Ezek a fékek be vannak állítva, vagy ezek így fognak nem beállítva is, mert nem semmi. Na most, amit viszont ugye el kell végezni, az a beállítgatás és a gumicsere, mert én ezt a gumit versenyre tartogatom, ha már megtanultam kerékpározni vele, úgyhogy ezt rögtön az elején le fogom róla menteni, és most elrohanok és veszek rá két országúti külsőt, és azzal lesz üzembe helyezve a kerékpár, igen, egy cyclocross kerékpár, amire rögtön, ugye itt nagy helyet hagytak ki, így nem annyira országúti, itt is nagy helyet hagytak, itt is a hajtás hatékonyság csorbul, de így viszont a sár elfér, a nagyobb gumi elfér, az akármi elfér, a 8-as a kerékbe elfér, hogyha egy sziklán sikerült összetörnöd ezt a nem gyenge felnit. Úgyhogy szerintem ez egy kicsit furcsa lesz majd a még vékonyabb gumival, és így az igazi ezzel a gumival, de én sajnálom ezt az éles gumit, ez majd jó jön, hogyha már ott tartok, hogy merek csapatni vele mindenhol, és nem úgy fogom kezdeni úgysem, hanem bejáratos körök, meg edzések, és hozzászokunk, az utána visszakerül ez a gumi, lehet, hogy egy év múlva, mert ő drága játék. Szóval teszünk rá egy országúti gumit egyből, úgyhogy kerekeket kiszedjük, aztán gumicsere, és akkor jön a beállítgatás, majd a fékeket meg kell nézni, meg a kerekeket, meg azt, hogy itt meg van-e húzva a megfelelő nyomatékkal, ugye a fékból, de meg minden, hol meg van-e húzva megfelelő nyomatékkal, a fékkel nem játszunk, azt azért ellenőrizzük. Szóval az 59-es vázu Q Cross Race Pro, mert ugye 59-es, az mégiscsak jó egy kényelmes, túrázós kerékpározásra nekem, aki 172 cm magas vagyok, ugye? Amikinek 52-54-es váz kéne, így hirtelen. Igaz, 81 cm a belépés, ugye ha bedugsz ide egy könyvet, fölhúz a tiszta erőből, és ilyen vál szélességi terpezbe állsz, akkor tudod megnézni, hogy hány centire van a föltöd, nem cipőbe, hanem meziplán, az a 81 cm. Ahhoz egy kicsit ez a váz ugye nem sloppingos, de legalább szép, hogy nem sloppingos, mert most sajnos a 2018-as divat már a hatalmas sloping, szóval mostanában már így néznek ki a kerékpárok, és nekem az nagyon nem tetszik. Nekem ezt tetszik, ez a klasszikus országúti dizájnra hajaz, hogy még egyenes a felső csöve, vagy csak egy nagyon picit esik. Szóval valami brutálisan szépnek tartom. Na, akkor elrohanok gumiért. Ti meg iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi!